Ázsia, a Bhagavad Gita szelleme. Lehet, hogy a földrajzi helyzet sem közömbös. Európa szűk kontinens. Finoman tagolt területén apró és kicsit nagyobb országok zsúfolódnak össze. Kevés a szabad tér. Nagyon fontos a precíz elhatárolódás. A dolgok, nyelv, kultúra, gazdaság minőségének meghatározása, a körültekintő racionális logika. Ez van, ez nincs, ilyen a világ, és ilyennek kellene lennie, beleértve saját magunkat. Ne keverjük össze őket, ezek a másodpercek, percek, órák, ezek a remények, ez pedig a bizonyosság, ez az élet és ez a halál. Ázsia a végtelen tér, tundrák, sztyeppék, szemhatárig terjedő síkságok, égigérő hegyek, sok százmilliós népek birodalma. A közel és a távol ott mást jelent, mint Európában. Mást jelent a most, a nem sokára, a majd is. Van hely, van idő, van ember, amennyi tetszik. Ázsiában nem fontos a tiszta minőség, hadd keveredjenek a dolgok. Ahogy a valóságban is keverednek. Ázsiában nem érvényes a kizárt harmadik törvénye. Az indiai logikai rendszerek szerint két ellentmondó ítélet, fehér és nem fehér között igenis lehetséges a harmadik variáció is. Például valami lehet egyszerre fehér és nem fehér is. Férfi és nem férfi. Igaz és nem igaz, stb. Ázsiában más jelentéstartalma lehet annak, amit Európában egyértelműen hazugságnak nevezünk. Mert a dolgok magukban hordozzák az ellentétüket is. Az önmagának való ellentmondás ténye nem hiteltelenít egy tanítást. A világ nagyon nagy. Nem fér bele egy ember fejébe, de egy eszmerendszerbe, egy tudományba, egy vallásba sem. A mi látókörünk nagyon szűk. Nem baj, sőt kívánatos, hogy a létező valóság különböző aspektusaival táguljon. Ezért ők nem a vagylagosságban, hanem az ésben gondolkoznak. Aki csak síva hívő, az kevesebbet vesz föl magába az istenségből, mint aki síva hívő és katolikus. Aki buddhista és keresztény és taoista, az többet tud a világ titkairól, mintha bezárná magát csak egy vallás falai közé. Transzcendencia csak egy van, de megnyilvánulásai sokfélék. A vallások, mintha egy hegyet sok oldalról fényképeznek. Minden kép más, de ugyanazt a hegyet mutatja. Minden vallás ugyanarról az egyetlen transzcendenciáról beszél. Egy más kultúra, más szempontjaiból, másféle nyelvezeten. A Talmud így ír erről. Az örökkévaló sok tükörben nézi magát, és minden tükörben egy másik arcát látja. Aki nem tudja elfogadni a sokféleség egységét, amiben föloldódik minden ellentmondás, az soha nem fogja megérteni egy keleti ember észjárását. Hazugnak fogja tartani, pedig csak a tökéletesség felé törekszik. Az igazság érdektelensége. Füst Milán hozza fel a következő példát. A világtengeren úszik egy óriási teknősbéka. A teknősbéka hátán áll négy elefánt. Ormányukkal tartják a földet. Igaz ez? Valószínűleg nem igaz. Kitalálás. Mese. Költészet. Vagy ha úgy tetszik, hazugság. Érdekes ez? Nem érdekes. Azonban az nagyon érdekes, hogy ez a hazugság működött. Egy kultúra épült fel rajta. Filozófia, vallás, erkölcs, gazdaság, művészet. Emberek nemzedékei éltek és haltak, gazdagodtak, szegényedtek, művelődtek, imádkoztak, szerettek, háborúztak ebben a hazugságban. Sohasem a szavak érdekesek. Nem érdekes semmilyen hitvallás, eszme, világkép, tanítás. Minden, ami rendszerbe, tézisekbe, tételekbe foglalt elmélet, az halott. Szellemi múmia. Olvasni, megtanulni őket csak az agytréningje érdekében hasznos. De megjegyeznie szikkadt és élettelen mondatokat tökéletesen fölösleges. A Tao mondja. Vess el minden írást, de előtte olvass el minden írást. És a szent könyveket azért kell tanulmányoznod, hogy legyen mit elfelejtened. Ami egyedül fontos és érdekes, az a hatás.
Fölösleges kutatást szervezni arról, hogy igaz-e Mózes látomása a sínai hegyen. Égette a csipkebokor, és szólott-e a hang? S kívülről láthatóan, hallhatóan égett és szólott, vagy belül Mózes lelkében. A fontos a hatás, hogy a 10 parancsolat 3,5 ezer éve a tisztességes emberi viselkedés alfája és omegája, annak az embernek a számára is, aki nem hívő, nem vallásos, és talán soha nem is vette kezébe a Bibliát. Érdektelenek Jézus csodái? Igaz-e, hogy feltámasztotta Lázárt? De Jézus óta működik és hat az a tudás, hogy nem csak cselekvéssel, de gondolatokkal és érzésekkel is lehet bűnt elkövetni. Az erkölcsi világrendben nem csak a tettek, hanem a szándékok, a képzelet alkotásai, az indulatok, a szenvedélyek is számítanak. A hatásra kell figyelni, nem a tárgyi igazságra vagy hazugságra. A zen buddhista koanok azért tűnnek olyan abszurdnak, mert a mester soha nem a konkrét kérdésre válaszol, hanem arra a lelki állapotra, amiben a kérdés megfogant. Mint ahogy a modern magfizika is azokból a hatásokból vonja le következtetéseit, amit kutatási eszközeinkkel okozunk az elemi részecskék világában. Megismerésre van szükségünk, nem okosságra. A Tao arra figyelmeztet, hogy az ember könnyen áldozatává válhat saját okosságának. Az okosság nem egyéb, mint élénk, nyugtalan működése az elmének. Nem egyéb, mint gyors válasz a kérdésekre. Az okosság meggondolatlan és hiú. Szívesen talakszik előre, hogy megmutassa magát. Különbözik mind a bölcsességtől, mind a tudástól. Nem mély, nem józan és nem tiszta. Minél okosabb az ember, annál hosszabb az út. A tudományos igazság. A tudományos igazság független az ember szubjektív elfogadásától. Ezért a tudomány a legarisztokratikusabb jelenség a világon. A tudományban nincs demokrácia. 6000 fizika tanár véleménye nem ér többet, mint Einsteiné. Volt idő, amikor Kopernikusz világképét a tudomány képviselői egyhangúan leszavazták a geocentrikus világkép nevében. Sőt, mágián elégették követőit. Igaza mégis Kopernikusznak volt. A tudomány akkor adományozta egy állításnak az igazság rangját, ha az ismeretek adott színvonalán azt be lehet bizonyítani, de elvileg soha nem zárható ki a megcáfolás lehetősége sem akár a közeli, akár a távoli jövőben. A tudomány szótárában ezért nem szerepel az abszolút igazság fogalma. A fény egyenes irányban terjed. A háromszög szögeinek összege 180 fok. Igaz ez? A sík geometriában igen. A tér geometriában nem. Vagy itt van a pont szegényke. Az ő definíciója így hangzik. A pont egy kiterjedés nélküli síkidom. Csak hogy kiterjedés nélküli síkidom a valóságban nem létezik. Ez a nem létező azonban mégis egy axiomatizált kiindulópontja a geometriának. Többek között ezt hozza fel példának Weihinger híres könyvében, ami a mintha filozófiája címet viseli. Vagyis, hogy létrejönnek társadalmi közmegegyezésen alapuló konvenciók, nevezetesen, hogy bizonyos kitalációkat, hogy ne mondjam hazugságokat, igaznak fogadunk el. És ezeknek az axiómáknak a segítségével tud működni a mindennapi élet, a tudomány, a vallás, a művészet. Például vitathatatlanul sok sikerrel működik a pszichoanalízis. Karl Popper, a neves filozófus, mégsem fogadja el tudománynak, mert bár állításainak nagy részét bizonyítani tudja, de azok nem cáfolhatók. Vagyis nem képzelhető el egy olyan élethelyzet és viselkedés, amikor azt mondhatjuk. Ha ebben a helyzetben valaki így viselkedhet, akkor erre nincs pszichoanalitikus magyarázat, a tan egésze, vagy valamelyik része téves. A tudományos igazság tehát nem feltétele a hatékonyságnak, a működésnek. Lehet-e hatásos és jól működő egy tévedés, valami, ami nem igaz? Természetesen igen. Legfeljebb az firtatható, hogy mennyi ideig, milyen fenyegető a lelepleződés veszélye. Hiszen mennyi ideig számított megdönthetetlennek a geocentrikus világkép, nélkülözhetetlen gyógymódnak az érvágás, vagy az éter feltételezése a kozmosz egyik legfontosabb elemeként. Ijesztgethetem a gyereket a zsákos emberrel, és valódi félelem kell életre benne, és valódi gyűlöletek lobbannak fel. Haláltáborok működnek éveken át ostoba és rasszista ideológiák hatására.
ezért mondták a régi bölcsek. Vigyázz a nem igaz dolgok kimondásával, mert a tévedés, a hazugság olyan, mint egy vaktában kilőtt nyilvessző. Nem lehet tudni, hogy mit talál el, kit se vesz halálra. A kijelentett igazság. A nagy kérdés, hogy valóban az igazság kizárólagos kritériuma a bizonyíthatóság és a cáfolhatóság. Ami nem bizonyítható és cáfolható, az nem lehet igaz? Dehogy nem. És ezzel átlépünk a tudományos igazság birodalmából a kijelentett igazságokéba, amelyek épp olyan helytálló igazságok lehetnek, mint a tudományosak. Van olyan gondolkodó, aki szerint egész erkölcsi világrendünk Szókratész egyetlen mondatán alapul. Jobb igazságtalanságot elszenvedni, mint elkövetni. Ez lehet 100%-osan igaz annak a számára, aki elfogadja. Karinti híres versének utolsó sorai: inkább egyenek meg a férgek, mint hogy a férget megegyem. Szerinted igaz? Akkor számodra igaz. Rendíthetetlenül. Szerinted pedig nem igaz? Akkor számodra nem igaz. Lehet, hogy számodra az igaz, hogy inkább megeszed a férget is, csak hogy mentsd az életedet. Mint ahogy butaság azon lamentálni, hogy Giordano Bruno vagy Galileo Galilei volt-e igazabb ember. Bruno igazsága az volt, hogyha kell, mágiára lép a tanaiért. Galilei igazsága az volt, hogy meg kell őriznie magát a tudomány érdekében. Ám te az igazság objektivitását kéred számon. Az általános érvényességet. Kinek a szemében? Az általános ember szemében? Hát van általános ember. A kijelentett igazság érvényessége az elfogadástól függ. Elfogadást csak is a szubjektumtól, az emberektől kaphat. Ettől kevésbé igazság. A szubjektív igazság éppen annyira létező, mint az objektív. Ha valaki szerelmes, szerelme tárgyát rajongóan, tökéletesnek, erotikusan vonzónak látja. Egy másik ember számára érdektelen vagy visszataszító. Változtat ez a szerelem tényén, ha úgy tetszik, létezésén, igazságán? Hamlet egyszer kifakad. Dánia börtön. Rosencrantz. Úgy az egész világ is az. De még milyen? Mennyi rekesz, őrhely és dutyi van benne. Dánia egyik legcudarabb. Mi nem úgy gondolkozunk, fönség. Nektek hát nem az, mert nincs a világon se jó, se rossz. Gondolkozás teszi azzá. Nekem börtön. Miről lehetne itt még vitatkozni? Hamlet igazsága Dániáról más, mint Rosencrantzé. Kérdett, hogy kinek van igaza. Ez nem megkérdezhető. Mindegyiknek a saját érzése, gondolatai szerint. Eddig egyének elfogadásáról volt szó, ám vannak kijelentett igazságok, amelyek például egy egész eszmerendszer, hit, ideológia hívei által elfogadottak. Jézus mondta: én vagyok az út, az igazság és az élet. Igaz ez? A keresztények számára feltétlenül igaz. Bűn, ha egy muzulmán, buddhista vagy zsidó nem fogadja el? Miért lenne az? Ők Mohamed, Buddha, Mózes igazságában hisznek, akik mind Isten küldöttei voltak. Assisi Szent Ferenc azt ajánlja, hogy tudatosan baleknak kell lenni. Mert a balek a leggazdagabb. Százszor is ki lehet fosztani, és még mindig van miből. Ugyancsak ő így imádkozott. Uram, te tudod, nem az a fontos, hogy engem szeressenek, hanem hogy én szeressek. Nem az a fontos, hogy engem megértsenek, hanem hogy én megértsek. Igazság ez? Keresztény igazság. Mint ahogy keresztény követelés: szeresd ellenségedet. Az Ószövetség erről így nyilatkozik: ha a te ellenséged éhes, adj neki enni. Ha szomjas, adj neki inni. A zsidó törvény kizárólag cselekvésben gondolkodik. A keresztény érzésekben és gondolatokban is. Számon tartja a gondolatban és érzésben elkövetett bűnök lehetőségét is. És ezért gyűlölniük kellene egymást zsidóknak és keresztényeknek. Intermezzo. Az érzés és a gondolat bűnei. A modern pszichológia azt tanítja, hogy az érzések nem állnak akaratlagos szabályozás alatt. Nem logikai, racionális alapon keletkeznek.
Csak konstatálni tudjuk például rokon szemünket vagy ellenszemünket, de elhatározással nem változtathatunk rajtuk. Mint ahogy nem lehet elhatározni, hogy holnaptól gyűlöljük azt, akit szeretünk, vagy szeretni fogunk egy utált személyt. Nem a szándékon múlik, hogy valaki vonzó-e számunkra erotikusan vagy visszataszító. Igen ám, de akkor erkölcsileg felelünk-e az érzéseinkért? És ennek példájára, átsuhanó gondolatainkért? Azt sem tudjuk elhatározni, hogy mi jusson az eszünkbe. Egy bölcs pap így világította meg a problémát. Valóban nem felelsz feltámadó érzéseidért, vágyaidért, gondolataidért. Olyanok ezek, mint egy átsuhanó madárraja ház felett. De ha már befészkelik magukat az ereszed alá, fészket raknak, fiókákat költenek ki, az a te beleegyezéseden múlik. Mint ahogy valószínűleg félreértett Jézus nevezetes mondata. Aki asszonyra tekint gonosz kívánságának okából, már paráználkodott az ő szívében. Nem arról van szó, hogy valaki meglát egy nőt és felébred benne a vágy, hanem arról, ha azért leselkedik utána, mert hajtja a megkívánás. A mitológikus gondolkodás. A modern pszichológia szerint két olyan élethelyzet van, amikor az ember hajlamos mítoszt létrehozni. Az egyik, amikor felébred benne a racionális megértés vágya, de nem rendelkezik elég ismerettel, tudással ahhoz, hogy ezt a vágyat kielégítse. A másik, amikor megvan a tárgyi tudása, de megriad annak alkalmazásától, mert a végeredmény számára rendkívül félelmetes. Az első variációval gyakran találkozhatunk a mágikus kultúra felbomlásakor. Így keletkeznek mítoszok a természeti erőkről, a lélekről, a túlvilágról. Például a nemzetségfő meghal egy vadállat karmai fogai között. Látja ezt a törzs néhány tagja. Egyikük mégis azt támadja, hogy találkozott vele. Épp volt és egészséges. Bölcs tanácsokat adott. Miután semmit sem tud az álomképzés fiziológiájáról és pszichológiájáról, de szeretné megérteni, hogy ez a találkozás hogyan lehetséges, kézenfekvő a lét egy másik dimenziójának feltételezése, ahol testi pusztulása ellenére folytatja életét. Megszülethet a halhatatlan lélek, a túlvilág mítosza. A másik esetben a tárgyi tudás kegyetlen következtetésekhez vezethet. Például tudós orvos professzor a rák tüneteit észleli magán. Ennek tudomású vétele azt követelni, hogy nézzen szembe a közeli halállal. Ehelyett hajlamos elfogadni félrevezető diagnózisokat, hagyja magát becsapni, vagyis elfogad egy mítoszt a betegség mibenlétéről. E felfogás szerint a mítosz álracionális magyarázatnak tekinthető. A megértés illúzióját adja a tényleges megértés nélkül. Ugyanígy a magánéletben is. Érzelmi vagy teljesítmény kudarcainak igazolására az ember mítoszokat költ. Fáradtságra, sorsra, objektív körülményekre hivatkozik. Az önismereti és különösen a pszichoterápiás folyamatokkal szembeni ambivalenciát és ellenállást többek között éppen az illúzió eloszlatása, az önmegnyugtató mítoszok és a realitás konfrontációja motiválta. Nem tagadható tehát a mítoszok szorongás csökkentő hatása. De nem feledkezhetünk el a néha bőven virágzó társadalmi mítoszokról sem. A századfordulón egy jelentős társadalomtudós, Sorel, azt jósolja, hogy a modern világban az ismeretek olyan robbanásszerű felhalmozódása következik be, ami lehetetlenné teszi, hogy egy ember áttekintse és megértse őket. Helyzete egyre inkább hasonló lesz, mint a primitív kultúrában élőké. Használja a világot, de nem érti. Ezért megnő a társadalmi méretű szorongás szintje. A szorongás ellen, mint láttuk, többek között mítoszokkal lehet védekezni. Tehát a 20. századot előreláthatóan a mítoszélség fogja jellemezni. Sőt, Sorel eljut odáig, hogy szerinte a politikai hatalom azé a jól szervezett kisebbségé lesz, amelyik a legegyszerűbb és legmegnyugtatóbb mítoszokat tudja a tömegek elé tálalni. Így lett. Mítizáltunk és ma is mítizálunk társadalom megváltó ideológiákat, politikai vezéreket, pártokat, misztikus közösségeket és vezetőiket, UFO-nak nevezett gépesített angyalokat,
fény- és energiaadókat, klíreket, kézrátevőket, csodadoktorokat, a fajelmélet apostolait, sátánosokat, az egészség, az életet meghosszabbító, de örömtelenné is tevő életmódszabályokat, és még mi mindent. Kérdés, hogy hazugságnak tekinthető a mítosz. Hazugság-e minden, ami nem igaz?